Az önkormányzat saját beruházásában készült el jászfényszarú új tanúszodája. A városi gyermekintézmények, a bölcsőde, az óvoda és a kisiskola centrumában helyet kapott fedett medence és a kiegészítő helyisége 270 millió forintos költséggel épültek meg. Jöriné dr. Ceglédi Márta polgármester köszöntőjében kiemelte, rendkívül fontosnak tartják, hogy testileg, lelkileg, szellemileg megalapozzák a gyermekek életét. Az úszás az az egyik alapja annak, hogy az emberek, a gyerekek később majd biztonságban tudják magukat érezni. Ezen kívül nyilván kell egy szellemi erő, egy fizikai erő, és ahogyan itt valaki fogalmazott, az épp testben, az épp lélek gondolatának megfogalmazódása. Ezt a fejlesztést a város saját forrásból finanszírozta, ugyanakkor az elmúlt években számos beruházáshoz jelentős mértékben járult hozzá az állam, illetve komoly pályázati támogatásokat sikerült elnyerni a településnek. Az elhangzottak szerint a támogatással megépített létesítmények, illetve az infrastruktúra nagyságrendje elérte a 10 milliárd forintot. A kormány célja, hogy a lehető legtöbb településen úszásra alkalmas vízfelületet alakítsanak ki, hangsúlyozta a létesítmény megnyitó dr. Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár. Nagyon fontos, hogy minden településen, minden kisebb városban is legyen elérhető vízfelület, és ezáltal úszoda, tanmedence, ahol megtanulhatnak a gyermekek úszni, és akár, hogyha meg is tanulnak, utána legyen lehetőségük délutáni foglalkozás keretében úszni ezt a csodálatos sportágat, vagy családjaik a hétvégente eljönnek az úszodába és tudjanak úszni. Nagyon fontos, hiszen életmentő képesség az úszás, és minden családnak az elsődleges szempont, hogyha születik egy gyermeke, hogy minél hamarabb meg tudjon tanulni úszni, hogy biztonságban el tudja engedni bárhova a gyermekét. Mindezen túl nagyon sok olyan bajnoka van az országnak, akik egy-egy kis településről indultak el világhódító útjukra, tehát a versenysport megalapozása is ilyen tanúszodákban indulhat el. Kiemelte, hogy Jászfényszaru saját forrásból valósította meg a beruházást, de 2014 óta működik hazánkban a tornaterem és tanúszoda fejlesztési program. Ennek eredményeként összességében 60 új úszoda megépítését tudják támogatni. A résztvevőket köszöntötte dr. Facskó István Jászfényszaru díszpolgára is, aki szintén az úszásoktatás, az úszni tudás fontosságára hívta fel a gyermekek és szüleik figyelmét. Az úszoda megnyitását jelképező szalagvágást követően Pócs János országgyűlési képviselő felidézte, hogy számos fejlesztést adhattak át az elmúlt években a településen. Mindez az emberekről szól, a családokról szól. A képviselő köszöntőjében kiemelte, nem csak a munkahelyek teremtése, a megélhetés biztosítása a fontos, hanem az is, ahogy ez Jászfényszaron meg is valósul, hogy jól, komfortosan élhessünk településeinken. Az új létesítményt Kis Gábor esperes plébános áldotta meg, a helyi tanulók egy sportversennyel avatták fel az úszodát, ahol természetesen a győztes csakis a fényszarúi diákok csapata lehetett.